Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Igazából konkrét, nagy, átfogó témával nem készültem jelenleg. Egy kicsit úgy arról, hogy úgy mi van mostanában, illetve hogy úgy magában a városban mi van. Hát ugye megkezdődött a suli, ezáltal ugye az emberek visszajöttek szabadságról is, és sokkal több az autó, meg úgy összességében sokkal több az ember a budapesti utakon. És ebből adódóan egyébként, aj de jó, hogy kijöttél elém, hogy dögöljél meg. Na, szóval, itt vagyok. Ebből adódóan, hogy ilyen sok az ember, be kellett fejezni a különböző felújításokat. Érdekes egyébként ez a felújításos dolog, hogy általában itt Pesten ezek nem útfelújítások, amik így megbénítják a város, hanem mondjuk közműépítés, vagy villamos pálya felújítás, most ugye volt, kaptunk belőle kettőt is, közműépítésből is kaptunk jó párat, és majd még fogunk is, csak hát ilyenkor ugye nagyon sokszor van az, hoppá, ide most félrehúzódunk, hogy elférjen a haver. Szóval éppen ezért van az, hogy ilyenkor már, hogyha széttúrják, főleg egy közműépítésnél, akkor már azért fel is újítják az utat. Köszönöm, jaj, de rendesek vagytok, köszi. Úgyhogy, de hogy mennyire szükséges ez? Hát nyilván egy sínpálya felújítás ez azért szükséges. Mondjuk, amit egyszer, kétszer már mondtam is, hogy nem értem, hogy a 4-es, 6-os nem miért ugyanazt a szakaszt kell felújítani két éven belül. Tehát két éven belül kétszer, ugye? Igen, mert egy év telt el. Tehát kétszer volt felújítva. Tavaly is fel volt újítva, meg idén is fel lett újítva a 4-es, 6-osnak a Corvin és a Oktogon közötti szakasza. Szóval vannak ilyen dolgok a városban, de amúgy meg vannak olyan utak, mint például itt ez az utca és ez a Somogyi Béla utca. Ez például eléggé fos, mint azt látjátok. Úgyhogy jaj. Meg abszolút nem megyek gyorsan, úgy tűnhet, hogy gyorsan megyek, pedig rohadtul nem. Bácsi, ne itt telefonáljál már, bassza meg. Úgyhogy ezek vannak, hogy velem mi van mostanában, hát képzeljétek el, írt az az utas, amelyik, tudjátok, ott az arab brigád, amelyik összetapicskolta az üléseket, illetve a gyerekek, plusz ugye szétdobáltak mindenféle szemetet, és írtak, hogy szeretnének egy fuvart akkor a hotelből a terminálra, én meg írtam, hogy nem. Igazából nagyjából ez volt a lényege. Más nem is nagyon írta, annyit írtam neki, hogy nem. Tehát, hogy nem tudok segíteni. Úgyhogy nekem ez nem kell, hogy megint itt összemászkálnak, meg ilyenek. Tehát erről ennyit. Hú, basszus, most megint kurva nagy dugó van itt. Amúgy a nagyon-nagyon nagy dugók meg is szűntek, hozzáteszem. Mondom úgy, hogy közben itt meg lefordulunk akkor. Menjél már, léci! Most vagy mész, vagy nem mész, döntsd el, csak én szeretnék kimenni, úgy. Erre elmegyünk, és akkor átvágunk a... Már tudom is, hogy hol. Baros utcán fel. Illés utca, és akkor úgy. Jó, rendben, meg lesz oldva a dolog. Mondom, nem készültem úgy effektíve most témával. Ez most velem a legfrissebb hír, hogy ezek írtak. Más nem nagyon van, dolgozok. Csinálom a munkámat, még 25 fok van, most egész jó hetünk lesz időjárás szempontjából. Úgyhogy nagyjából ennyi. Most arra gyúrnék, hogy egy kicsit a pókembert szeretném megvenni most PS4-et, tehát most arra készülök, hogy esetleg azzal fogom tolni. Ugye gameplay videók nem nagyon vannak, sőt abszolút nincsenek. Kinéztem már egy-két játékot. Olyan játékokat néztem ki, amik nem ezek, amik körül ez a nagy hype van most ugye a pókember. Bár ettől függetlenül így szeretnék vele játszani, de nem az ilyesmi játékokból szeretnék streamet csinálni, vagy egyáltalán gameplay videót, hanem inkább olyanokból, amelyek inkább ilyen eldugott játékokat, a Drunk Simulator. Tehát a Részek Simulator, ilyenek vannak Steamen. Hát mondom, ez kell. Úgyhogy azt le is fogom majd tölteni. Úgyhogy... Ja, meg most ugye nagy hír, tessék csak jönni, mert az meg ott száguldozik. Te is fussál, mert el fog ütni téged az autó. Azt nézem, mi van oda lerakva? Törmelék, hallod, amilyen leszakadt törmelék a házról.
Na, hogy ki, gyere! Ide se nézel, te. Szóval, ahol tartottam? Ott tartottam, hogy itt le is fordulhattam volna egyébként. Sőt, le is fordulunk. Le is fordulunk, úgyse jön senki. Valamit még akartam. Ja, ugye most új hír, ez egy ilyen apróság, hogy a rendőrök mérhetnek már úgy is, hogy szabálytalanul állnak meg az autóval, vagy tehát szabálytalan helyről. Ugye volt egy pár éve abból botrány, hogy a rendőrök a forgalom elől elzárt területen, volt, hogy a szembe sávba álltak be, és úgy onnan mértek. Na most ugye azt akkor megszüntették, és csak úgy lehetett mérni. Hú, de jól nézett ki a csaj. Úgy lehetett mérni, hogy azt olyan helyről, ahol legális. Ennyi. Így lehet a legjobban elmondani. Most viszont állítólag kapnak egy olyan handicapjük lesz, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy tehát előnyük lesz, hogy tudnak majd mérni olyan helyről is, ahonnan egyébként normál esetben nem feltétlenül lehetne. Hát így, hogy engedélyt adnak, így már lehet majd. Úgyhogy csak az a baj ezzel az egészen, mert hogy azt mondják, hogy a fix trafipaxok, nem is a fix trafipaxok, ugye az előre bejelentett trafipaxok, és nem fogják bejelenteni előre, hogy hol, mikor, hol mérnek, mert hogy állítólag ez nem fogta vissza eléggé a gyorshajtásokat. Én ebben nem hiszek, tehát most ők azt mondják, hogy nem fogta vissza a gyorshajtást, mert ugye bejelentették elő, és azon a szakaszon nyilván az emberek többsége lelassított, de utána megint száguldozott. Hát most lehet, hogy én vagyok a hülye, de a trafipax az akkor működik jól, tehát a sebességmérés, ha azt olyan helyen végzik, ami egy baleset, hogy mondjam szépen, hát amilyen balesetveszélyes útszakasz. Ennyi. Igen. Tehát nem olyan helyen, ahol mit tudom én, egy gyorsforgalmi út, amit ugye már mondtam is egyszer-kétszer, vagy amikor mész be a városból, vagy jössz ki a városból, ugye ott vannak a véda, ott van a véda rendszer lerakva. És nem indokolt ott se az 50-es tábla, amikor mész be fel a városba, az M5-ösnél, M5-ös bevezetőjéről beszélünk, és 50-es tábla van onnantól kezdve végig, és még, mert nagyon sokan azt hiszik ugye, hogy utána lehet már 70-nel menni, de nem lehet, és ezért nagyon sokan felgyorsítanak, és odaállnak még pár izével arrébb, mi az, pár ilyen gyalogátkelővel, ilyen gyalogos felüljáróval arrébb odaállnak, és onnan mérnek. És nagyon sokan beleszaladnak ebbe az egészbe. Úgyhogy ez szerintem nem egy korrekt eljárás, mérjenek ott, ami baleset veszélyes útszakasz, vagy ami, ahol sok a baleset. Ennyi. Ilyen baromi egyszerű. Azon a helyen nem szokott baleset lenni, mert ez egy full egyenes útszakasz, az egy gyors forgalmi út, és az országutakon szokott több lenni, úgyhogy inkább arra kéne több vagy komolyabb hangsúlyt fektetni. Éppen ezért mondom azt, hogy itt a pénzlehúzás az egésznek a lényege. Tehát Magyarországon, nem tudom, hogy Európa más országaiban hogy van egyébként, többek között, vagy el tudom képzelni, hogy többek között Németországban, esetleg Szlovákiában is van ilyen. De nálunk abszolút a pénzlehúzásról szól. És azzal, hogy egy ilyen előnyt adnak a rendőröknek, hogy bárhonnan mérhetnek, mondjuk úgy Suttyóba, tehát én úgy mondanám inkább, hogy Suttyóba tudnak mérni, ez nekik abszolút egy felhívás keringőre. Úgyhogy készüljön arra mindenki, hogy bazd meg, bebújnak a telefonfülke alá kamerával, és onnan mérnek, meg ilyesmi. Én azt is el tudom képzelni, hallott, hogy felmennek itt, becsöngetnek egy lakásba, mondjuk itt az Üllői úton, és az erkélyről kezdenek el mérni. Wow! Na, ez például jó. Ez egy következő videóban lehetne majd téma, hogy honnan mérjenek a rendőrök. Ilyen egyszerű. Na, hát köszönöm szépen, ennyi lett volna ez a videó, nem mondom, nem készültem most semmiféle ilyen átfogó tematikával. Úgyhogy ezek vannak mostanában, majd hamarosan még jelentkezem. Ja,
foci meccs, tényleg. Ó, válogatott meccsek lesznek. Na majd akkor arról lesz videó, mert Marco Rossi bemutatkozik a válogatott élén. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!